Hétfő este Váci Gergő egyedül vezette a tényeket, műsorvezetőtársa Marsi Anikó ugyanis Barcelonában ragadt, hogy mi történt pontosan, arról a műsorvezetőt kérdezzük. Jó reggelt, szia, reggel, örülünk, hogy jól vagy. De mielőtt megszólalnál, azelőtt. Micsoda nap, köszönöm. Egy nem várt nap, nagyon boldog szülinapot kívánunk. Nagyon aranyosak vagytok, köszönöm szépen. Köszönöm. Egy puszira. Isten értessen sokáig. Jaj, gyerekek, ezt a sokadikat már megünnepelni. Jó, nem mondd, mindegy. Ó, nincs benne semmi titok, 43. Ha még ennyi megadatik, akkor én boldog ember vagyok. Ez 86. Hát annál azért több, nem? Hát ezt honnan lehet tudni? Végül is honnan lehet tudni, igen. Milyen volt a szülinap? Kezdjük ott, és utána akkor a drámára. Gyerekek, a szülinap az rendkívül csendes volt, illetve hát viszonyítás kérdése, mert korán reggel 6 órakor elkezdett csörömpölni a telefonom, és ugye jöttek a születésnapi jó kívánságok. Ennél nagyobb buli nem volt az életemben. By the way, nagyon örültem, hogy végre fedél van a fejem fölött, és otthon vagyok, és nem valamilyen repülőtéren töltöm a szülinapom reggelét például. Ezek boldog pillanatok. Mert hogy mi történt? Miért voltál te ilyen sokat? Hát kezétek, hogy az történt, hogy elég sokat repkedek mostanság, hogy ugye a kis családomat is tudjam látni, és a munkámat is el tudjam végezni. És hétfőn történetesen Barcelonából jöttem volna visszafelé Budapestre, amikor is egyszer csak belecsapott a villám a repülőgépbe. Még fél órája sem voltunk a levegőben, a pilóta elmondta nagyon tisztességesen és nagyon korrekt módon, hogy hát az a helyzet, hogy vissza kell fordulnunk, kényszerleszállást fogunk végrehajtani, és egyébként tényleg nem tört ki pánik, se a repülőgépen, se utána, amikor leszálltunk, semmilyen káosz nem volt, nagyon jól kezelték a helyzetet, de hát ahogy azt megértette mindenki, felfogta mindenki, hogy mi történt, meg hát ugye azért ennek volt hangja, lehetett látni ennek a villámcsapásnak, egy ilyen furcsa morajlás végigfutott a repülőgépen, tehát egy ilyen nagy sóhajtás, és aztán utána, hogy ugye a repülőgépen, amíg meg nem áll a repülő a kifutópályán, amíg le nem kapcsolnak mindent, addig nem szabadna telefonálni, de nyilván senkire nem szóltak rá a sztjuárdeszek se, hogy amint megjelentek az első vételek a telefonon, még landolás közben mindenki fölhívta a szeretteit, és mindenki elmesélte, hogy mi történt, hogy képzeljétek el, és hát azért reméljük, hogy hazajutunk, és olyan volt az egész, mintha valami hatalmas reflektorral bevilágítottak volna külön-külön minden egyes ablakon. Jó Isten fényképezett, mindenki mosolyogjon. Igen, egyébként valaki kérdezte, hogy de véletlenül nem csináltál, vagy nem csináltatok fényképet? Hát, arról hogy? Nem gondolom, mert hát, hogy mondjuk, ha véletlenül valaki pont fotózta volna a tájat, és tök véletlenül pont elkapja, hogy belecsap egy villám a repülőgépbe, így előfordulhatott volna, de miután olyan sűrű felhők között repültünk, hogy kilátni nem lehetett az ablakon gyakorlatilag, nem gondolom, hogy bárkinek a kezében ott lett volna a fényképezőgép, hogy az őrületes fehér homályt fotózgassa. Úgyhogy ez megörökítve én szerintem nincsen. Ugye én arra gondoltam, hogy most szülinapod, hogy nem lepted meg magad valamelyik ilyen kis ilyen tranzitban, valamelyik jó boltból, valami jó kis dologgal, cuccal. Egy jó kis villámcsapással. Hát, tudod, mivel leptem meg magam? Egy másik repülőjeggyel, történetesen ez délelőtt történt, mert hogy mindenképpen haza akartam jutni, és az ugye elég gyorsan kiderült számomra, hogy adásra nem fogok ideérni, még az adás környékére sem, még akkor se a körbeutazom fél Európát, tehát semmilyen átszállással. Ezért kellett szegény Gerinek beugrani, és utána azon gondolkoztam, hogy nagy elkeseredésemben milyen jó lenne egy kicsit shoppingolni, de valahogy úgy elrepült az a 8 óra, ott kellett töltenem a repülőtérre, hogy mindenre volt időm, de erre nem. Nem leptem meg magam. Nem tűnsz úgy, mint aki tényleg megijedt. Ennyire nem lehetett érezni semmit, vagy tényleg annyira rutinos repülő vagy már, hogy ilyen kis villámcsapásokkal téged nem lehet gyerekek, lehetek nagyon őszinte, mert egyébként elő tudom adni, hogy... Nem, kérlek, hogy őszinte. Rettenetesen megijedtem, és halálfélem. Az igazság, hogy én aludtam. Semmit nem vettem észre az egészből. Arra ébredtem föl, hogy a pilóta elkezdett hozzánk beszélni. Tehát az volt az első hang, amire kinyitottam a szemem, hogy azt mondta, azt hiszem angolul, mert nem is emlékszem rá, hogy a pilóta vagyok, és azért jelentkezem, mert meglepődtem, és azért utána az én fejemen is végigfutott, hogy hűha, azért remélem nem ez az utolsó repülőutam életemben. Ez nem tetszett.
születésnap ide, születésnap oda, ezzel nem voltam boldog, de igazából azért nem voltam ennél jobban megijedve, vagy azért nem éltem át rémdrámát és tragédiát, tényleg semmit nem láttam, és nem hallottam az egészből. Meg szerintem ez egy annyira gyors esemény, hogy utána tudsz legfeljebb percekkel, akkor megy föl benned igen a vérnyomás egy kicsit, mert hogy... Amikor tudatos... Mi volt itt? Hát meg amikor tudatosul, ugye, hogy azért baj van. Mert valami mégiscsak történt. Valamiért mégiscsak visszafordultatok és csináltatok. Miután én tényleg nem láttam és nem hallottam, a többiek elmeséléséből vettem le ezeket az infókat, hogy ők egyáltalán mit láttak, mit hallottak, de gondolom, hogy mondjuk aki mellé megérkezett a villám, és nem be a repülőgép terébe, hanem mondjuk kívülről hallotta és látta ezeket a fényvillanásokat, azért az ijesztő lehetett. És volt már olyan repülőutad, ahol így egy kicsit be voltál tojva? Már bocsánat, az kifejezésé. Volt egyébként. Biztos, hogy különben az is benne van a pakliban, hogy annyit repülgettem most az elmúlt időben, hogy az, hogy mondjuk elkezd rázódni a repülőgép, az nekem már csak ajtatólag a másik oldalra. Adjatok még valamit. De nagyon régen egyszer egy ilyen pici repülővel, tehát valami ilyen kis 20 személyes személyszállítóval utaztunk Tunéziából Budapestre, valamilyen forgatáson jártunk, és valami olyan bődületes viharba ment bele a repülőgép, hogy akkor konkrétan halálfélelmem volt. Tehát akkor meg voltam róla győződve, hogy mind itt fogunk maradni. De hát, amit látjátok, nem így történt. És nem emlékszem arra, hogy akkor belecsapott-e a villám a repülőbe, vagy történt-e a repülőgépen valami. Egyébként valószínűleg nem, csak annyira rászkódott, és annyira ott konkrétan láttam a villámokat az égen, amik ott mellettünk csapkodtak. Akkor féltem, akkor nagyon féltem. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És hát boldog szülnap. Itt vagy éppen egészségesen. Így van, még csak a villám se csapott belé, vagy ha igen, akkor viszonylag normálisan nézett. Inkább becsapjon belé. Biztonságos utazást, köszönjük, hogy itt voltál.